Saját szimpatizánsain gúnyolódott a Jobbik média alapítványának kuratóriumi elnöke, aki egy titokban rögzített megbeszélésen Farhád kommandónak nevezte a párt nyugdíjas támogatóit. A Jobbik szerint a felvételt manipulálták, a lejáratás mögött pedig a pártból kivált Mi Hazánk áll. Legutóbb Schneider Tamás elnöknek kellett magyarázkodnia, amikor kiderült, hogy társai előtt arról beszélt, hogy a cigányoktól is megvédeni az országot. A most következő beszélgetés előtt ide kívánkozik, hogy természetesen, ahogy az összes többi politikai ellenzéki párt képviselőjét folyamatosan invitáljuk, hívjuk ide a stúdióba, az élőadásba, de ugyanazt nézőink tapasztalhatták, a tavaly évvégi botrányok óta a Jobbik képviselői nem fogadják el a nyilvános, vagy az élő szereplésre szóló meghívásunkat. Viszont itt van a stúdióban Dúró Dóra, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No, azt mondja Jobbik, hogy a Mi Hazánk áll a lejáratás és a kiszivárogtatások mögött. Önök állnak? Egyáltalán nem, és azt hiszem, hogy most eljött az a pillanat, amikor elfogyott a türelmünk, és kénytelenek leszünk jogi úton elégtételt venni. Az a lejáratás sorozat, amit már a tisztújítás, a Jobbikban zajlott tavaly májusi tisztújítás előtt megkezdtek Torockai Lászlóval szemben, ami azóta is tart most már a Mi Hazánk mozgalom politikusaival szemben, ott most már úgy gondoljuk, hogy nem tartható azon keretek között, ami a politikai csatározásokba belefér. Most már olyan rágalmakat fogalmaz meg a Jobbik hivatalos közleményben is, hivatalos nyilatkozatokban is, amelyek miatt úgy döntöttünk, hogy bírósághoz fogunk fordulni. Kit akarnak beperelni, és pontosan milyen rágalmazás lenne akkor? Így van, a pontos jogi lehetőségeket még a jogászaink vizsgálják, de ez például egy rágalom, ahogyan azt is leírták már egy közleményükben egészen elképesztő módon, hogy a Mi Hazánk mozgalmat a Fidesz pénzelni, a bíróságon lesz szükség arra, hogy ezeket az állításaikat bizonyítsák. Nyilván nem fogják tudni, mert ezek nem igaz állítások, tehát mi a saját mozgalmunk építésével vagyunk elfoglalva, saját programpontjainkat alakítjuk, és mi is az európai parlamenti választásokra készülünk, hogy egy olyan alternatívát tudjunk nyújtani az embereknek, amely sem a Gyurcsány Ferenc vezetésével egyesült balliberális tömbhöz nem tartozik, sem pedig az Orbán Viktor vezette Fideszhez. Na, még egy kérdésre válaszoljon, tekintettel ennek a kiszivárgott hangfelvételnek a tartalmára. Bevett fordulat volt a nyugdíjas szimpatizánsokra a Farhád kommandó megjelölés akkor is, amikor ön még a párt tagja volt? Én akkor nem tapasztaltam, hogy ilyen megnevezés az a Jobbiknak akár a belső ülésein megjelent volna. A Jobbikkal való együttműködés témájában ugye többször elhangzott már a magyarországi baloldali és liberális pártok részéről, hogy a Jobbik néppártosodási folyamatának egy fontos fázisa vagy állomása volt, amikor a Mi Hazánk mozgalom kivált a pártból, pontosabban amikor kiváltak önök, majd megalapították a Mi Hazánk mozgalmat, és hogy ezzel gyakorlatilag a náci képviselők távoztak is a Jobbikból. Önöknek hány náci tagjuk van? Egy sem, akivel szemben ez akár csak felmerült, őket nem vettük fel a tagjaink sorába, hogy erről a nyilvánosságot is tájékoztattuk. Mi az eredeti értékrend mentén szeretnénk folytatni a politizálást, amiért a Jobbik is annó megalakult, és az alapító nyilatkozatában egyébként meghatározta magát. Egy nemzeti keresztény, értékelvű, módszereiben radikális párt az, amit szeretnénk felépíteni, és azokat a tabu kérdéseket, amelyek valóban jelen vannak a társadalomban, de akár a politikai korrekt miatt nem mernek róla beszélni a pártok, mi azokat is fel fogjuk vállalni. Fogunk még erről ezekről a tabu kérdésekről beszélni, de mondjuk Torockai Lászlót, Novák Elődöt is vadhajtásként tartották számon, legalábbis Vona Gábor így beszélt róluk a pártban. Ők már változtattak a radikális világlátásukon vagy hozzáállásukon? A Jobbik politikusai is elismerik, hogy ők azok, akik változtak, és elhagyták azokat a korábbi elveket, vagy korábbi álláspontokat a különböző ügyekben, amelyeket annó a párt képviselt. Mi nem hagytuk el, mi maradtunk azok, akik voltunk. Persze változnia kell folyamatosan egy politikusnak, de azok az alapvetések és elvek, amiket magáénak val, azokat nem szabad feladnia. Melyek ezek? Például a nemzeti keresztény elkötelezettség, a bevándorlás elutasítása, a magyar cigány együttélés feszültségének a közéletbe való behozása, ez mind-mind érdeme volt a Jobbiknak is annó, sajnálom, hogy most már ők nem foglalkoznak ezekkel az ügyekkel. Mit akar az identitás meghatározó kampány? Most ebbe kezdtek? Szeretnénk azt, hogy megmutassuk a választóknak is, és mindenki számára világos legyen, hogy miért van szükség a Mi Hazánk mozgalomra, mi az, amiben egyediek vagyunk a magyar politikai életben, hiszen mi sem
Gyurcsány Ferenc vezette bal liberális tömbhöz, sem pedig Orbán Viktor Fideszéhez nem kívánunk tartozni. Ezért egyrészt olyan javaslatokat fogalmazunk meg a különböző szakpolitikai területeken, amelyekkel egyébként a választóknak a többsége meggyőződésünk szerint és a felmérések szerint is egyetért, de senki nem vállalja fel, illetve olyan ügyeket, olyan témákat hozunk be a közéletbe, amelyekről hallgatnak. Hogyha mondjuk behozzák a cigánybűnözést, mint témát a közéletben, amit egyébként a Jobbik is megtett korábban, illetve beszélnek a cigányok és a magyarok közötti feszültségről egyes települések tekintetében, vagy mondjuk a halálbüntetés visszaállítását is javasolják ezzel párhuzamosan, az mondjuk miben különbözik a rasszista megközelítéstől? Mi nem faji alapon teszünk különbséget, ugyanakkor a cigánybűnözés, mint kriminológiai fogalom a mai napig is jelen van a társadalomban. Azt például, hogy fiatalkorú bűnözés, az egy bevett fogalom, mégsem jelenti azt, hogy minden fiatalkorú bűnöző lenne, ugyanilyen értelmezést adunk a cigánybűnözésnek is. Vannak olyan bűnelkövetési formák, amelyek jellemzők a cigányság szociokulturális közegére. Eleve nagy részükben maga a bűnözés sajnos egy követendő példa. Mi ezt szeretnénk megváltoztatni, és erre vannak javaslataink is, hogy hogyan tudjuk az oktatásban, a szociális rendszerben például kezelni ezeket a témákat, de egyébként családpolitikai vetülete is van a cigány kérdésnek, hiszen minden kormányzati erőfeszítés ellenére, amelyeket már az elmúlt 8 évben is megtett a kormányzat a családpolitikában, még mindig az aluliskolázott, jellemzően 10 évesen szülő nők körében nőtt legnagyobb arányban a termékenység. Tehát nem a középosztályban sikerült a növekedést elérni, hanem továbbra is a cigányság körében. Nyilván a 10 éves kismamák tekintetében azért vitatható valóban, hogy jó ez a gyakorlat, vagy ennek a fenntartása. De mi a problémájuk azzal, hogyha mondjuk nő a gyermekvállalási kedve a cigány családok körében? Hogyha mindenkit támogatunk, aki felelősen tudja vállalni a gyermekét, és nem a gyermekéből szeretne élni, hanem a gyermekéért szeretne élni, és valóban gondoskodik róla. Ugyanakkor a cigányság körében az elmúlt évtizedekben jellemző lett az, hogy megélhetési okokból vállalnak gyermeket, és nem azért, mert ez az élet legszebb csodája, és a kiteljesedésükhöz hozzátartozik. Ezzel mi változtatnánk, például azzal a javaslattal, hogy a harmadik gyermektől minden családtámogatást a munkához kötnénk, munkaviszonyhoz, hiszen ez egy alapvető feltétele annak, hogy gondoskodni tudjon valaki 3 gyermekről, hogyha nem dolgozik, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy nem tud gondoskodni róluk. Ugye a legtöbb jelenleg vagy eddig bevezetett családtámogatási forma is, vagy jövedelemhez kötött, vagy ugye adókedvezményben testesül meg, vagy olyan hitelfelvételről szól, amelyben ugyan kedvezményeket kaphatnak a második, harmadik gyerek után, de hát nyilván hitelképesnek kell lenni, és vissza kell fizetni ezeket. Mi önök még ezen is szigorítanának? Ez helyes szemlélet a kormányzat részéről valóban, hogy az újonnan bejelentett akcióterven is a munkához kötik a támogatásukat. Ugyanakkor a KSH demográfiai portréja mutat rá, hogy ez még mindig elégtelen ahhoz, hogy visszaszoruljon a megélhetési gyermekvállalás. Tehát a jelen pillanatban szociális vagy rászorultsági alanyi jogon járó támogatások is azt eredményezik, hogy nemhogy visszaszorulna a megélhetési gyermekvállalás, hanem növekszik ennek a mértéke. Tehát igen, szigorúbb intézkedésekre van szükség. Reméljük, hogy a kormányzat elég bátor lesz ahhoz is, hogy ezeket megtegye. És még egy olyan konfliktus van, amire fel kell hívnom a figyelmet a családpolitikában, ez pedig az anya életkora az első gyermek megszületésekor. Ez is létkérdés a magyarság számára, mert rendkívüli mértékben kitolódott sajnos az életkor, aminek egészségügyi kockázatai is vannak, sőt a meddőség is nő az anya életkorával. Ösztönözni kellene arra a fiatalokat, hogy már 20 éves korukban legalább az első gyermeküket vállalják. Világos, de ezt önök hogyan tennék meg? Például az az intézkedés, amely 40 éves korig biztosítja a kölcsön lehetőségét, az semmiképpen nem fogja ezt elősegíteni, sőt, félő, hogy romlani fog a helyzet. Például, hogyha a családbarát felsőoktatás irányába tenne a kormányzat lépéseket, akkor több gyermek megszületését tudná elősegíteni várhatóan a 20 évesek körében. Kopp Mária már kidolgozta egyébként ezeket a javaslatokat, amelyek ennek irányába hatnának. E tekintetben sajnos semmilyen kormányzati intézkedés nem volt az elmúlt 8 évben, pedig létkérdés, hogy időben
tudják megszülni azokat a gyermekeket, a fiatalok, akiket egyébként szeretnének is. Ő több ellenzéki párt azt mondja, hogy nem csak a roma családok körében nőhet meg így a megélhetési gyermekvállalás, hanem a magyar családok körében is. Ez nem jellemző, ez a szemlélet a magyar családokra, úgy gondolom, és ebből aki nem ilyen közegben nőtt fel, azért nem fog ezeknek a támogatásoknak a következtében gyermeket vállalni, tehát én nem tartok ettől, hogy a magyar családok körében ez elterjedne. Nos, még ebből az identitás képző kampányból nézzünk egy-két részletet. Azt mondják önök, hogy népszavazást tartanának az EU tagságra. Hát itt van az Európai Parlamenti kampány. Feltételezem, önök is készülnek a kampányra, illetve állítanak majd jelölteket. Ezzel hogy állnak? Természetesen az országjárást elkezdte Torockai László, Mi Hazánk mozgalom elnöke. Szeretnénk minél több személyes találkozást lebonyolítani a választókkal, azért, hogy közvetlenül el tudjuk nekik mondani a programpontjainkat, és valóban ezt a tabu kérdést is meg szeretnénk nyitni. Az Európai Uniós tagságunkról még mindig nem készült egy mérleg. A magyar emberek nem tudják, hogy mi mennyit nyerünk, mennyit veszítünk az Európai Uniós tagságunkkal. Szeretnénk, hogyha ez elkészülne, és ennek a tudatában véleményt mondhatnának akár az Európai Uniós tagságunkról is az emberek, akkor, hogyha ezeknek az információknak a birtokában vannak. Világos, de ugye a közvéleménykutatási adatok azt mutatják, hogy a magyar emberek többsége támogatja az uniós tagságot, egyértelműen Európa pártiak. Miért érzik úgy, hogy olyan problémákat kell felvetniük, amiben részben vagy egészében, de többségi társadalmi konszenzus van? Feltételezem, hogy a romák és a magyarok békés együttélése is egy ilyen téma. Az Európai Uniós tagság vonatkozásában, ahogy említettem, nincs kellő információja a lakosságnak arról, hogy ez az Európai Uniós tagság ez pozitív Magyarország számára, vagy nem pozitív, ez az egyik. A másik, hogy a mérleg elkészítésére akkor is szükség van, hogyha népszavazást nem tartunk, de mi csak azt vetjük fel, hogy népszavazáson mondhassanak a magyarok véleményt, ráadásul évről évre, és éppen egyébként az Európai Unió intézményei által készített felmérések is azt mutatják, hogy a magyar emberek évről évre egyre kevésbé bíznak az Európai Unió intézményeiben, magában az Európai Unióban is, és ez a tendencia már évek óta zajlik Magyarországon, tehát nem annyira egyértelmű már az Európai Uniónak a megítélése, mint akár volt 10 évvel ezelőtt. Ezek a kritikus hangok, amelyek egyébként megítélésünk szerint jogosak az Európai Unió működésével kapcsolatban, ezek az embereknek a gondolkodását is átformálták. Túró Dóra, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget. Ez volt az első rész, ne menjenek messzire, rövid hírek után jövünk vissza a második résszel. Tartsanak velem akkor is!